A Kincses Baranya pultja pécsi vásárcsarnokban. Itt olyan élelmiszereket, termékeket árulnak, amik helyi termelőknél készültek. Ezek közül sok minden felkerülhet az ünnepi asztalra, decemberben, mondják a stand üzemeltetői. Az egyik elengedhetetlen dolog a méz, a másik pedig a Mihálovics Eszter, illetve családja készíti a puszedliket, és a Tojzen Zoli mézéből például a mézes kalácsot, illetve a mesekekszet. Tehát itt a termelők is összedolgoznak, és itt is egyfajta összefogás van, amit nagyon örülünk és díjazzuk. Ezek mellett még sok finomság és igazi különlegesség található itt, ami helyi termék. Így érdemes szétnézni itt a decemberi ünnepi bevásárlásokkor, mondja az egyesület elnöke. Nagyon fontos az, hogy az ünnepi asztalra is szeretetteljes ajándék kerüljön, és helyi szerintünk, ugye. És itt nálunk a Kincses Baranya helyi termék Hungarikum pavilonban, a vásárcsarnokban minden megtalálható, ami szeretettel készült kézzel elsősorban, és egyenesen a termelőtől érkezik hozzánk minden. A Kincses Baranya pavilont egyébként a megyei önkormányzat bérli a vásárcsarnoktól. Éppen azért, hogy az egyesülettel együtt megmutassák, milyen magas minőségű termékek készülnek az országnak ezen a részén.